Hisztek a sorsban. Nem, ez nyilván nem egy ilyen videó, én sem hiszek benne, viszont ma annyi véletlen egybeesés volt, hogy kezdem megkérdőjelezni, hogy tényleg nem létezik-e karma. Tudjátok, hogy szerdenként kísérleteket szoktunk csinálni a tudományos piknikkel, ehhez szeretném is tartani magam még a következő jó pár hétben mindenképpen, viszont úgy látszik, hogy a múltkori két vírussal kapcsolatos videómmal kinyitottam Pandora szelencéjét, mert hogy azóta is folyamatosan jönnek a kérdések, jobbnál jobbak és érdekesebbnél érdekesebbek ráadásul, úgyhogy arra gondoltam, hogy a kísérleteket egy kicsit elhalasztom, és sokkal aktuálisabb témával fogok foglalkozni. Igen ám, csak hogy hiába készítettem be tegnap rengeteg anyagot, megtárgyaltuk volna azt például, hogy a házilag készített maszkok mennyire hatékonyak, és ezt nem csak úgy levegőből vett ötletek alapján, hanem beástam magam egy csomó olyan cikkbe, tudományos kutatásba, ami próbálja ezt megközelíteni mindenféle módszerekkel. Gondoltam, hogy erről beszélgethetünk egy kicsit, megnézhetjük, hogy mi a gond, vagy mi a jó például az ilyen szimulációkkal, bocsánat, vizualizációkkal, mik ezeknek a korlátai, kell-e félnünk, nem kell-e félnünk, mindenféle módszertani kérdésbe belementünk volna, és természetesen, mivel jöttek azzal kapcsolatban is kérdések ismerősöktől, illetve tőletek is, hogy akkor mit, hogyan kell számolni, meddig tarthat a járvány, hogyan lehet ezt megbecsülni, úgyhogy gondoltam, hogy egy picit belemehetünk mindenféle statisztikába, persze a lehető legegyszerűbb szinten, és megnézhetjük akár mi magunk is, hogy mi az, ami várható a jövőben, és ezt hogyan érdemes értelmezni, mármint amikor különböző számokat látunk. Aztán tegnap este hiába készítettem be mindent a gépre, hogy majd reggel felveszem, reggel nem volt internetem, aztán az SD kártyám mondott csütörtököt, holott ma még szerda van, úgyhogy úgy döntöttem, hogy nem állok neki még egyszer, hanem ezt elég jelzésnek értékelem, és elkezdtem megvágni egy régi anyagot, amit még az ELTE-n vettünk fel Jankával és Ernákkal, úgyhogy aki hiányolta Jankát, íme itt van. Úgyhogy ezt fogjátok látni, a sors közbeszólt, és ma valóban marad a kísérletezés. A vírusos téma sajnos holnap is aktuális lesz még olyannyira, hogy úgy becsülöm, hogy 275 és 286 között lesz majd az összes regisztrált fertőzöttnek a száma. Hát meglátjuk, hogy ez mennyire jön be, őszintén szólva bízom benne, hogy nem, és ennél jóval alacsonyabb lesz, csak sajnos a számok nem ezt mutatják eddig. Na de nézzünk inkább valami vidámabb témát, és következzen a mai szerdai kísérlet, irány az ELTE. Szerda van, tehát kísérletezünk. Janka, illetve Ernák a tudományos pikniktől. Ma mi van a táskádban? Káliumklorátot hoztam, és Janka egy gumicukrot. Igen. Janka, van nálad gumicukor? Volt nálam gumicukor. Nem voltam benne biztos, de volt. Sőt, még most is van. Igen, a felkonfot azt utólag vettük fel, majd meg fogjátok látni. Jó, mondjuk ez a füst, vagy ez a pára, ez csak poénból került bele, alapból nincs ott, egy kis folyékony nitrogént raktunk bele, meg meleg vizet. Mi az, amire ma szükségünk lesz? Káliumklorátra és egy gumicukorra. Janka, van az gumicukor? Jobb esetben. Ha múltkori kísérletezés után, ha kiborult a táskám, akkor lesz. Ha nem, akkor elmegy Laci venni. Jól előkészültetek. Ó, nézd, találtam egyet. Ez az első gumimaci. Elmondhatom, hogy nekem gumimacissal indult a karrierem? Mondjad. Ja, de csak kérdezd meg, hogy mit csinálunk. Vágás. Janka, mit csináltunk ma? Nosztalgiáztunk. Nekem a leges-leges-legelső kísérletem, amit csináltam fizika versenyen, az is gumimacis volt. Azóta eltelt néhány év, fejlődött a gumimaci tudomány, és most már kicsit menőbben toljuk a gumimacis kísérleteket, mint annó hetedikben csináltam, vagy hatodikban. De miért ez mi volt? Jó, ilyen hővezetéses, és gumimacik potyogtak le, hogy különböző fémek, különböző képen vezetik a hőt, és így különböző sebességgel estek le a gumimacik. Nagyon. Ez is elég drasztikus. Na jó, azt is megnézhetjük majd, viszont most igazán szadisztunk egy gumimacival. Ha ilyen formában nem megy bele, akkor mikor elkezd olvadni a melegtől, még jobban nem fog bemenni.
Jött a megmentőnk egy nagyobb kémcsőben. Egy elég erős oxidálószer, és ha olvad káliumklorátba dobjuk a gumimacinkat, hogy a gumimaci főképp cukorból áll. Mehet. A kevés kíműkísérlet egyik, ami nem bizonyos. És a cukrot elég erélyesen képes oxidálni az olvadt káliumklorát, ezt is láttuk a videón. Ja, szerintem ez látszott. Otthon ezt lehetőség szerint ne csináljátok meg, a gumimaci oxidálásának van egy sokkal, de sokkal kellemesebb módja is, az amikor szájon keresztül elfogyasztjátok, és persze nem sokat belőle, és megemésztitek végül is, az is oxidáció, nem? Tulajdonképp igen. Na, ez az. Ha viszont ilyen látványos formában szeretnétek látni, akkor látogassatok el a Tudományos Piknik rendezvényeire, aminek a leírását leteszi Laci a videó alá. Már hogy a linket a leírásba. Na jó, ma teljesen szét vagyunk csúszva, jövő hétre összeszedjük magunkat. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Kezdődik a pálcai fiúk, hogy kint tornáznak, és bent meg a tanárul próbáljam zöldre festeni a lángot. Ez ilyen hatodikos tananyag volt, azt hiszem a pál utcai fiúk, és amikor olvastam, akkor azért megtetszett az a jelenet. Te ezért nem vegyész? Hát akkor már volt döntve ez a kérdés, de ez is megerősített benne. Nem ezért lett vegyész, de ezért olvastam végig a pál utcai fiúkat. Igen, ez a pontosabb megfogalmazás.